Van néhány bőrelváltozás, ami kifejezetten nyárinak mondható, ilyen például a vírusos szemölcs kialakulása. Strandon és izzadt bőrön ezek könnyebben megjelennek. Erre azonban kevés a gyógyszertári ecsetelő, mert vagy egyáltalán nem lesz hatékony, vagy túl hatékony lesz, amivel gyakorlatilag megégeti a bőrt, ami aztán csúnyán hegesedhet. Strandoláskor gyakran lehet gombás fertőzést összeszedni, kisgyerekeknél pedig nyáron gyakran jelentkezik az ótvar. Gyakorlatilag ez egy bakteriális fertőzés. Felázott vizes fürdőbugyiban, megvakart kis csípések nyomán könnyen kialakul 35 fokban bakteriális fertőzés. Ha azt látja a szülő, hogy a gyereken valamilyen kis pörkös seb kialakul, és az ahelyett, hogy gyógyulna, átmérőjében terjed, nagyobb átmérőjű lesz, nem gyógyul egy egyszerű popsikenőcstől, akkor megint csak bőrgyógyászra van szükség. Jól kezelhető, hatékonyan kezelhető, de magától nem fog könnyen meggyógyulni, tehát mi hamarabb érdemes elkezdeni ennek a sebes bőrgyulladásnak a kezelését, amiről azt is jó tudni, hogy fertőz, tehát ne fürödjön ez a gyerek együtt a testvérével, ne vakarásza, mert át fogja tudni vinni a fertőzést máshova is. Elsősorban a szívgyógyszerekre és a pszichiátriai szerekre jellemző, hogy fényérzékenyítenek. Akik ilyet szednek hosszú távon, azoknál már egy gyenge májusi napfény is megégetheti a bőrt. Hasonló a fitofotodermatitis, azaz amikor bizonyos növényekben lévő fényérzékenyítő anyagok a napsütéssel együtt súlyos bőrgyulladást váltanak ki az arra érzékeny pácienseknél. Amikor mondjuk kirándulás során belegázolunk a fűbe, hát ezt most a legnehezebb kitapasztalni, hogy vagy előre megállapítani, hogy milyen fűfélék vannak ott, de ez gyakori panasz, hogy elmentünk kirándulni, a fűben gázoltunk térdig, és utána olyan lett a lábam. Paszternákfélék, petrezselyem, répafféléknek a levele megint csak érzékenyített, aki ilyennel foglalkozik otthon, és azt látja, hogy érzékeny ezekkel való érintkezés után a bőre, akkor hosszú ujjúba csinálja ezeket a munkákat. Nyáron nem csak a fényvédelem fontos bőrünk egészségének megóvása szempontjából, ezt is megelőző lépés a belső hidratáltság fenntartása, vagyis az elegendő vízfogyasztás. Fontos a naponta többszöri tisztálkodás, amire akár egy nedves törlőkendő is megfelelő lehet.